Mintegy 2 tonnányi három nyaras pontyot telepítettek a csónakázó tóba tegnap délelőtt. Idén már 5. alkalommal kerültek halak a városi tó vizébe. A telepítést horgászati tilalom nem kíséri. 10 óra körül érkezett a legújabb szállítmány, a halgazdálkodó, a Magyar Országos Horgász Szövetség ezúttal is pontyot telepítetett, ugyanis ez a legnépszerűbb a környéken. Nagy Kanizsán a csónakázó tavon a pontja legpreferáltabb halfajunk. Mai nap ugye 2 tonna érkezett ebből a halból. Ez az őszi telepítésnek az első napja, az első szakasza, és további telepítések várhatóak még a közeljövőben, amiről szintén értesíteni fogjuk a horgásztársakat. A keddi telepítés során szép számmal voltak érdeklődők. A tógazda minden alkalommal értesíti az érintetteket, hogy saját szemükkel is lássák a folyamatot. Nekünk ez nagyon jó, hogyha a horgászok saját szemükkel látják, hogy milyen halak kerülnek bele a tóba, itt megtapasztalják, és általában azok a horgásztársak, akik a telepítésen részt vesznek, utána elégedettséggel nyilatkoznak a tó adottságairól, illetve a halállományról is. Ezen a héten további pontszállítmány érkezik a tóba, azok már nagyobbak, méretesebbek lesznek. A pontos számot majd csak az utolsó akció után tudják elmondani, de mint ahogy Szépligeti Ferenc fogalmazott, az biztos, hogy idén 10 tonna feletti ponttelepítésről számolhatnak be.